Az Európai Parlament világos szabályokat szeretne a méz és a lekvár címkézésénél. Az erről elfogadott határozattal a hamisítás elleni harcot támogatnák. A terv szerint a mézeknél kötelező lenne feltüntetni azt, a termék hány százalékban származik az unión kívülről, és hogy mennyi a cukortartalma. Jelenleg nagyon sokan kevernek európai mézet az unión kívülről származó mézzel. Ez utóbbit gyakran rossz körülmények között állítják elő, vagy hamisítják, mondta Anne Sander, egy francia EPI képviselő a Renew Europe frakcióból. A parlament Strasbourg épületénél a szavazás ideje alatt méhészek tüntettek a szigorúbb szabályokért. Az unió csalás elleni hivatala szerint a külföldi méz 46%-a hamisítvány, ezek leginkább Angliából, Kínából és Törökországból érkeznek. Vannak olyan emberek a Földön, akik nem termesztik, hanem gyártják a mézet, és ez nem ugyanaz. Ha Európa most nem készít jogszabályt a százalékokkal, a szakszervezetünk követeléseinek megfelelően, akkor hamarosan egészségügyi botrányok jönnek, hiszen ma már nem cukrot adnak a mézhez, hanem más veszélyes termékeket, mondta Ivan Hanuan méhész. A mézhamisítás egyúttal leszorítja az árakat és nagy károkat okoz az európai termelőknek. Az Európai Parlament álláspontját még a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk a javaslatról.